Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható október hónapban a halak jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást álnéven. A díjam 4000 forint. Mielőtt elmondanám azt, hogy mit üzennek a kártyák, asztrológiailag is szeretnék ehhez hozzáfőzni valamit. Jupiter bolygó a halak jegyében van az indiai számítás szerint. Jupiter bolygó itt jól érzi magát, hiszen uralkodik a halak jegye felett ugyanúgy, mint Neptun bolygó. Tehát itt ki tud bontakozni, és szerencsét hoz, hiszen Jupiter bolygó az a szerencse bolygója. De azért ügyelj az irányra, hiszen a halak jegyében két hal van, két irány. Az egyik jelenti a negatív érzelmeket, a félelmeket, a bizonytalanságokat, a másik irány jelenti a pozitív érzelmeket, a bizalmat, a hitet, a szeretetet, tehát ebbe az irányba tekints. A gazdagság az itt van a halak jegyében. Az a fontos, hogy legyen meg a jó irány. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a képek. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Veled szemben ez a férfi utal a lelki társadra, vagy a férfiakra. Ami összeköt benneteket, ez itt, ez a hajó, ami szimbolizálja a reményt, de utazásokat, külföldi kapcsolatokat is, lehet, hogy lesz egy közös utazás, egy közös életút. Ez az utazás lehet egy belső út is, egy lelki kapcsolat mély érzelmekkel. A fejetek fölött lévő kártyák utalnak a gondolatokra. Nála itt van a vita, a veszekedés, de ez elmúlik, hiszen a kasza elvágja ezt a kártyát, és akkor itt megvan a madarak jelentése, a könnyűség, a vidámság, a beszélgetések. Ő lezárja a témákat a múltból, ami eddig fájt neki, nem beszél problémákról, hanem keres egy új irányt, és ezt meg akarja beszélni veled. Itt ez az út jelenti a döntéseket, hiszen elérkezik, nem csak ő, hanem te is, elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, melyik irányba. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt ezek a kártyák jelentik a te gondolataidat. Ez a torony lehet, hogy azt jelenti, hogy valamit ki akarsz építeni, megnagyobbítani. De a torony lehet egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági ügy. Itt lesznek döntések ezen a területen. A fa utalhat egészségügyi témákra is. Ebben az esetben a torony egy kórházat jelent. Lehet, hogy valaki beteg a környezetedben, kórházba vagy, és vársz arra, hogy milyen döntések lesznek, ezen elgondolkodsz. Az is lehet, hogy ez a hivatásod, vagy ez a férfi a kórházban dolgozik, ez is lehet a téma, ami felett itt elgondolkodsz. Ez a fa jelenthet egy bizonyos helyet is, ahol úgy érzed, hogy le tudsz gyökerezni. Ebben az esetben a torony lehet egy nagy város is. Minden esetre itt látható a beszélgetés és a fontos döntések. Ez a férfi ebbe az irányba tekint, odafigyel rád, megvan a vonzó erő,
kettőtök között tudja azt, hogy itt döntések lesznek, a hajó jelenti a reményt, sőt, itt van ez a gyűrű, ő is, te is, egy vonalban vagytok a gyűrűvel, az lehet egy eljegyzés, házasság, vagy az, hogy ez a férfi mindig visszatér hozzád. Itt van a hűség, és ha te egy hölgy vagy, egy vonalban vagy az utakkal és a keresztel, mindkettő ugyanazt jelenti. Elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, melyik irányba, hol tudsz legyökerezni, és ez jelenti a döntéseket. Itt látható a szerelem, a szerelmi élet területén lesz mozgás, a csillagok jelentik a szerencsét, vagy azt, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagképben meg van írva. Ez a mozgás minden lehet, ami mozog. Például sport, vagy autó, és itt látható a szív, hogy szívvel, lélekkel ebben benne vagy, de ez a lovas férfi lehet egy másik férfi is, aki szeretettel vagy szerelemmel közeledik hozzád. Itt a szív alatt megjelenik a ház, ami utal az otthonodra, a környezetedre, a családra, és itt is valaki szívvel, lélekkel közeledik hozzád, itt megvan az életerő, ez a nagy medve utalhat az apukádra is. Itt anyagiakról is szó van, hiszen a halak jelentik az anyagiakat. Például egy ház eladását vagy vételét, itt van a szerencse, jelentheti a nyereményeket is. Ez a horgony vagy arra utal, hogy le akarsz horgonyozni az életben, kell egy biztos otthon, amit szeretsz, ami neked életerőt ad. De a horgony jelenti a munkát és a hivatást is. Itt látható a kasza, az lehet, hogy lezársz valamit, és lesz egy munkahelyi változás. Ebben az esetben a könyv jelenti a tudást, vagy a továbbképzést is. Lesz egy fontos hír, emiatt megváltozik valami, hiszen a gólyák utalnak változásokra. Ez lehet egy szerelmes levél, hiszen egy vonalban van a szívvel. Vagy ez a hír, vagy ez a szerződés szerencsét hoz, hiszen itt van a négy levelű lóhere. Ez a kígyó jelenti a változásokat, a megújulásokat, a gyógyító erőt. Ez lehet egy régi tudás, bölcsesség is, hiszen a koporsó utal régi dolgokra, itt van a könyv, a tudás, a tehetség. De ez a kígyó lehet egy hölgy is, például az ő anyukája, vagy a te anyukád, hiszen a hold utal az anyai témákra, az anyukára, és itt van a szülői ház, de itt az anyukád, vagy az ő anyukája környezetében megjelenik a hamisság, ezt jelenti a ravasz róka, és itt anyagiakról van szó, lehet, hogy valaki ki akarja őt használni. De ez lezárul, hiszen a koporsó lezárja ezeket a dolgokat. A koporsó utalhat örökösödési ügyre is. Itt is látható akkor a hamisság, egy hamis nő, és az egerek utalnak a veszteségekre. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott, ez lehet veszteség, de utalhat valami jóra is, hiszen az egerek eltávolítják a hamisságot, ezt a hamis szemét, és az egerek eltávolítják itt a problémákat. Itt lesznek változások, itt van a szerencse, de valami még átláthatatlan, különösen, ami ezt a nőt, a hamisságot illeti.
De légy magabiztos, hiszen ezzel a kulccsal lezáródik valami, és utána kinyílik egy új ajtó, a lehetőségek, és itt van a nyilvánosság, mások észrevesznek, téged megkapod az elismerést, és az egerek el fogják távolítani a nehézségeket. Itt kitisztul valami, megvan a szerencse, egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, itt vannak a jó kapcsolatok, ez a kutya utal a hűségre, ami kettőtöket illet, vagy utalhat egy barátnőre is, és itt lesz egy újdonság, az élet utatok kereszteződik újra, és ez a barátnő megajándékoz valamivel, vagy itt lehetnek szerződések, utalhat egy magán cég kialakítására, és szeretne veled együtt dolgozni, és a gyermek jelenthet akkor egy új kezdetet. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét október hónapban itt látható, ami őt foglalkoztat, hogy valaki megbántotta őt. De ez lezárul, itt szerencse lesz, előre mennek a dolgok. És a szív az nem csak a szerelmet jelenti, hanem mindazt, amit kedveltek. Itt lesznek változások, fontos beszélgetések, döntések. Ha valaki beteg, itt lesz a gyógyító erő. Második hét, október hónapban itt látható. Szemben álltok egymással, a hajó jelenti a kapcsolatot, a reményt, egy lelki kapcsolatot kettőtök között. Itt a pénzügyi dolgok javulnak, itt van a szerencse, és ez az erő megerősíti az anyagiakat. Itt lesznek munkahelyi változások. A könyv jelenti a tudást, a továbbképzést, de az ő zárkózottságát is. Ez elmúlik, hiszen a kasza elvágja a zárkózottságot, az egerek segítenek ezt eltávolítani, és akkor egy vonalban megjelenik a lilium, ami utal az ártatlanságra, a tisztaságra, vagy utal testi kapcsolatokra is. Ő felét fordul, tehát kimutatja azt, hogy érdeklődik irántad, itt van a vonzalom, itt van a remény vagy utazások. Harmadik hét, október hónapban itt látható. A hamisságok lezárulnak, az egerek eltávolítják ezt a szemét, lesz egy fontos hír, és itt látható az, hogy vannak nálad álmok, vágyak, elképzelések az otthont illetően, az anyagiakat illetően, és a szerelmet illetően is. Megvan a kapcsolat kettőtök között, itt van a hűség, kihat az élet utatokra, lesznek fontos döntések. Utolsó hét, október hónapban itt látható. Valami még átláthatatlan, de a koporsó ezt lezárja, meg lesz a változás, a szerencse, kinyílik egy új ajtó, a lehetőségek, az egerek eltávolítják a problémákat, itt kitisztul valami, lesz egy ajándék, egy kellemes meglepetés, és egy új irány, vagy lesznek itt újdonságok, egy új kezdet. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rá!